attól függ, hogy melyik területet érinti a károsodás. Az agyi érkatasztrófából való felépülésről, annak több oldalúságáról beszél Takácsné Csor Marianna logopédus. A szakértő Beszélj Bátran című könyvének újabb kiadása kapcsán tartott előadást a könyvtárban. Az esemény moderátora Sróbár Hajnalka a Szent Panteleon Kórház mozgásszervi rehabilitációs osztályának vezetője volt. Mint mondta, az agyi érkatasztrófa utáni rehabilitáció komplex kezelést igényel, amelyet egy teljes szakértői csapat végez. Tulajdonképpen az agyunkban, meg a napi dolgainkban minden összefügg. A beszédzavarok sohasem csak önállóan léteznek. Ezek mindig együtt járnak figyelemzavarral, esetenként viselkedészavarral, pszichológiai elváltozásokkal. Nagyon sok minden, maga a beszéd is egy nagyon sok oldalról szervezett tevékenység. Vagy organikus károsodása következik. Takácsné Csor Marianna elmondta, az agyi érkatasztrófán átesett betegek esetében minden kezelés különböző. Minden eset más és más. Befolyásolja az életkor, a foglalkozás, a nem, a károsodás kiterjedése, súlyossága, nagyon sok a befolyásoló tényező a javulást illetően. Hozzátette, a logopédus rengeteget tehet a beteg gyógyulásáért, azonban a kezeléskor egy szakmai stáb szoros együttműködésére van szükség. Egy team csapat tagja, tehát orvos, gyógytornász, pszichológus, konduktor, logopédus, ezek így együttesen, tehát egy gépezetnek a tagja része. Magyarországon évente mintegy 40 ezer embernél diagnosztizálnak agyi érkatasztrófát, azaz sztrókot. És a helyzetek.